A magyar egészségügyben szakértők szerint nagyjából 70 éve létezik a hálapénz jelensége. Úgy számolnak, évente úgy 70 milliárd forint vándorol így a betegektől az orvosaik zsebébe. A hálapénz nem egyenlő mértékben oszlik el a különböző orvosszakmák között. Vannak kifejezetten jövedelmezőnek számító szakterületek, ilyen például a szülészet vagy az ortopédia. Szegeden éppen a napokban zajlik egy szülésznőgyógyász büntetőpere. A vádirat és az ellene tanúskodó kismamák szerint vizsgálatonként és kezelésenként 30 és 60 ezer forint közötti összeget kért el tőlük. A hálapénz sokok miatt káros, ezt az orvosi kamara is elismeri, ezért az elmúlt időszakban elkezdtek foglalkozni azzal, hogy miként lehetne kivezetni a rendszerből. Káros például, mert torzítja a várólistákat. Befolyásolja sajnálatos módon a betegutakat, tehát ezen módon torzítja a hozzáférést. Nyilván a sürgősségi esetek ellátása mellett a hozzáférést ki, mikor kerül adott esetben például egy műtéti ellátás, nagy mértékben be tudja folyásolni. Az orvosi kamara szerint ezért az orvosbérek jelentős emelésére lenne szükség, mert ha nem lenne hálapénz, egyszerűen lennének olyan területek, amikre a mostani bérek mellett nem menne el senki dolgozni. Ez a hálapénz általában az orvosok kisebb részéhez vándorol. Azt mondják, hogy a vezető, nagy szaktudással rendelkező orvosok 20%-a kapja a hálapénz 80%-át. Ez pedig azért is problémás, mert a nagy tudású orvosok így abban érdekeltek, hogy a tudásukat ne osszák meg más kollégáikkal, így ugyanis csak ők kapnak hálapénzt. Ez pedig az egészségügy minőségének is árt. A kamara szerint az orvosbérek emelése mellett az egész ellátórendszer átalakítására lenne szükség, ami érinteni a finanszírozást, és azt is, hogy a hálapénz adása és elfogadása is szankcionálható legyen.